Megéri jól tanulni annak, aki bátaszékiként egyetemre vagy főiskolára jár. A város ugyanis ösztöndíjprogramot hirdetett a felsőoktatásban résztvevőknek. December hónapban döntött a képviselőtestület arról, hogy önkormányzati saját forrásból elindítunk egy felsőoktatási ösztöndíjpályázatot, annak érdekében, hogy ne csak szociális alapon nyújtsunk támogatást azoknak a bátaszéki fiataloknak, akik főiskolai és egyetemi tanulmányokat folytatják, hanem próbáljuk őket ösztönözni kicsit jobb eredményekre, hiszen az ösztöndíjpályázat tanulmányi eredményhez köthető. Várjuk mindazoknak a fiataloknak a pályázatát, akik legalább 3,8-es kreditátlaggal rendelkeznek. A pályázati kiírás alapján most első alkalommal február 10-ig lehet benyújtani az ösztöndíjpályázatot. A pályázati kiírás melléklete egy adatlap, amit kérünk a fiataloktól, hogy töltsenek ki. Mellékelniük kell gyakorlatilag a következő fél évre történő beiratkozásukról szóló hivatalos tanulmányi osztály által igazolt igazolást, illetve nyomtatványt, illetve mellékelniük kell a jelenleg még zajló vizsgai időszak lezárását követően kiállított kredit átlagról szóló igazolást. Ha ezek rendelkezésre állnak, alapvetően is a tanulmányi eredményei alapján legalább a 3,8-es kredit átlagot elérik, attól függően, hogy főiskolai vagy egyetemi képzésben, osztott vagy osztatlan képzésben, vagy mesterképzésben részesülnek, 10.000 forinttól adott esetben 20.000 forintig terjedően havi ösztöndíjba részesülhet jelen pillanatban 5 hónapon keresztül. Mindezek mellett az pályázhat, aki legalább egy éve rendelkezik állandó bátaszéki lakcímmel, és még nem töltötte be a 30. életévét. A képviselőtestület a keretösszeget ebben az esztendőben 1,5 millió forintban határozta meg, amit erre felkívánunk használni, de természetesen ez felülről nyitott. Nagyon-nagyon örülnénk, hogyha minél többen igénybe tudnák venni ezt a lehetőséget, és minél többen kimagasló tanulmányi eredménnyel tudnák elvégezni főiskolai és egyetemi tanulmányainkat. Reméljük, hogy sokan pályáznak, bár egy kicsit szkeptikusak vagyunk, hiszen a Burza Hungarika ösztöndíjra mindösszesen 12-en adták be a pályázatukat az elmúlt időszakban. Reméljük, hogy ez az ösztöndíjpályázat azért kedvet ad a fiataloknak, egyrészt egy kicsit elszántabb tanulásra adott esetben, másrészt, hogy igenis éljenek ezzel a lehetőséggel, és vegyék igénybe az önkormányzatnak ezt a fajta segítséget. Következő alkalom, amikor benyújthatják majd a pályázatukat, az szeptember lesz, hiszen mindig a vizsgai időszakot követő következő fél évre szeretnénk ezt a támogatást számukra biztosítani, ezzel is jelezve, hogy az önkormányzat számít a fiataljaira. Bízunk abban, hogy ezzel az ösztöndíjjal is egy kicsit a városhoz való kötődést is tudjuk erősíteni, és ha is amennyiben az életük úgy alakul, hogy bátaszéken megtalálják a számításukat, bízunk benne, hogy a tudásukat azt a kisvárosunk fejlődése érdekében majd kamatoztatni tudják. A polgármester elmondta, aki az elhangzott feltételeknek megfelel és beadja pályázatát, annak alanyi jogon jár az önkormányzat támogatása.